Az online számlarendszer július 1-től éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait. A rendszer használatához a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, amihez viszont rendelkezniük kell ügyfélkapus hozzáféréssel is. Július 1-től belföldi adóalanyokra áthárított 100 000 forintot meghaladó áfa értékben kiállított számla, illetve az 500 000 forint feletti áfa értékben kiállított számlák esetében adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Ez minden belföldi adóalany számára kötelező lesz. Ez azt jelenti, hogy elektronikusan a legkönnyebb teljesíteni ezt az adatszolgáltatást, erre egy számlázó programot kell bekötniük az áfa alanyoknak. Hogyha ezt nem teszik meg, és gyakorlatilag kézzel bocsátják ki ezeket a számlákat, akkor természetesen ezekről a számlákról is, azokban az esetekben, hogyha a 100 000 forintot meghaladja, akkor 5 napon belül, illetve hogyha az 500 000 forintot meghaladja az áfa tartalma, akkor pedig 1 napon belül kell adatot szolgáltatni, ugyanúgy a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A napokban még tesztelhető a rendszer és a számlázó programok alkalmassága, július 1-től azonban az elmulasztott adatszolgáltatást bírsággal sújthatja az adóhivatal.